A szára pattanva torik, a lemeze pedig egy kicsi, egy hosszú, ugyanolyan színű mindegyik. Tudás Roland gombaszakértő magyarázza a szegfű gomba sajátosságait a nyíregyházi búzatéri piacon. Márciusban kezdődött a gombaszezon, amit minden évben a kucsma gomba indít el az egész országban. Tudás Roland azt mondta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére is jellemző, hogy a legkedveltebb fajták a családok asztalán a csiperke, a szegfű gomba, az őzláb gomba és a vargánya. A szakértő szerint jó évre számíthat a gombászok. Egész jó csapadék volt, most szerencsére meleg is van hozzá, a gomba ezt nagyon szereti. Szerintem egy nagyon jó szezon elé fogunk nézni ebben az évben. Tudás Roland úgy véli, a magyar gasztronómiának nem csak ízletes, de rendkívül egészséges alapanyagai a különböző gombafajták, de még mindig sokan félnek a gombák esetleges mérgező hatásaitól, míg mások épp ellenkezőleg szenvedélyük a gombászás, és képesnek érzik magukat arra, hogy eldöntsék, melyik gomba fogyasztható és melyik nem. A gombaszakértő nem hagyható ki a történetből. Nyilván, aki 25-30 éve szed egy-kettő gombát, amit mondjuk gyerekkorától mondjuk megtanult. Én azt mondom, hogy azt meg tudja állapítani, hogy az milyen gomba. De nyilván mindenkinek a saját felelőssége eldönteni, hogy gombaszakértőt felkeresi vagy nem, de én mindenképpen ajánlom, hogy keressenek meg minket. Lehet hibázni, lehet tévedni, úgyhogy mindenképpen ajánlatos minket megkeresni. A szakértő hozzátette, a nyíregyházi búzatéri piacon ingyenes gombavizsgálatra van lehetőség, az árusok számára pedig kötelező a portékák bemutatása. Itt Szabolcs vármegyében, igazából Nyíregyházán van csak kimondottan egyedül a piaszcsarnokban a gombavizsgálati lehetőség. Minden nap itt vagyunk, megtalálhatóak vagyunk. Amikor szezon van, akkor egy kicsit bővített nyitvatartással, de egyébként minden nap 10 órától 1 óráig vizsgáljuk a gombákat. Dudás Roland úgy fogalmazott, 2 héten belül elindulhat a szegfű gombák szezonja, amelyből 1 kiló a tavalyi évben 4000 forint volt, de a kisebb csomókat 600-700 forintért is meg lehetett vásárolni.